Fuss az autizmussal élőkért, ezzel a címmel tartotta meg a Pécsi Egyetem jótékonysági futóversenyét. Az eseményen gyerekek és idősebbek egyaránt részt vettek. Fontos kiállni azokért, akik nem tudnak magukért kiállni, és ezért jó ez a rendezvény, és úgy gondoltam, hogy elrángatom a lányokat futni. Jó volt szerintem. Együtt lehettünk, időt tölthettünk, és legalább testmozgás is volt. És maga a cél, amiért futottatok, ahogy arról mi a véleményed? Ugyanaz, mint a Katának, teljesen. A PTS számára fontosak az ilyen rendezvények, valamint a rászorulók támogatása, ezért is szervezték meg a programot. Nagyon sokszor csináltunk már hasonló futásokat. Futottunk Zentéért, talán mi voltunk az elsők, akik úgy komolyan felkaroltuk a sportirodán egy tánccal is és egy futással is a kis Zentét, aki most már nagyon-nagyon szépen halad és erősödik. Aztán futottunk a rákgyógyításért is, most már második alkalommal átvéve a postától mi szervezzük ezt a futást, ez most 11. alkalommal volt tavaly ősszel. És hát most gyakorlatilag az autizmussal élőkért futunk, az alapítvány vezetője keresett meg minket, hogy tudunk egy esetleg valami rákgyógyításhoz hasonló futást szervezni. Nyilván ez egy picit másabb, mert a rákgyógyítás a Széchenyi tér és a Széchenyi tér befutással indul és zajlik. Itt pedig a rektori hivatal elől megyünk és felfutunk a Széchenyi térre majd. Úgyhogy általában ezeket a versenyeinket egy jó hónappal előtte szoktuk elkezdeni szervezni. Most egy kicsit be vagyunk szorulva, mert sok lett hirtelen a tavaszi programunk, de azt gondolom, hogy jól szervezkedtünk. 1000 pólót vásároltunk, ezek lesznek majd ugye a regisztrációs díjjal jutalomul adott pólóink, amiket oda is adtunk a futóknak. Igyekeztünk a kék szint dominánsát tenni, tehát a méretek, minden méret más kék színű. Úgyhogy ezzel van egy kis különbség, de a kék szín ugye az autizmus színe, jelképe, szimbóluma, és hát olyan 500 és 600 közötti regisztrációs számunk van, ami szerintem egy szép eredmény. Az adományok az gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy a PTE sportiroda a költségvetéséből megvásárolja előre ezeket a pólókat, felkasírozzuk és elkészítetjük, és utána itt valójában én szerintem egy szerény összegi 1500 forintért veheti meg az, aki futni szeretne, vagy aki támogatni szeretne. Nagyon sokan vannak, csak akik eljönnek, megveszik emlékbe ezt a kis pólót, és annak az összegnek a teljes egészét átadjuk majd az alapítványnak. Tehát én azt bízom benne, hogy itt láttam, mert hétközben voltak csapatok, futónagykövetek, akik hozták a csapataikat és hozták a regisztrációs díjat. Van olyan, aki elvisz egy pólót, de mondjuk 3000 forintot is bedob. Tehát nyilvánvalóan érzik az emberek azt, hogy segíteni lehet, segíteni kell és segíteni jó. Miután a futók elindultak és teljesítették a távot, a Széchenyi téren fogadták őket. Itt a kedvezményezett Pécsi Autizmus Alapítvány munkatársa köszöntötte a sportolókat. Az autizmus világnapja április 2-a, de a rossz időre való tekintettel elhalasztottuk ezt a futást. Ma sincs ugyan sokkal jobb időnk, de én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ennyien eljöttek. Szuper látni, hogy a pécsiek egy nagyon összefogó társaság, és hogyha egy ilyen jótékony célért kell futni, vagy bármit mozogni, megmozdulni, akkor mindig nagyon sokan összejönnek egy-egy ilyen eseményre. Mint hallható volt, a mai programnak a kedvezményezettjei az alapítványunk, a Pécsi Autizmus Alapítvány, és az önök által összegyűjtött összegből a gyermekek fejlesztéseikhez szükséges eszközöket szeretnénk tovább bővíteni, illetve olyan eszközöket kívánunk még beszerezni, amelyek jelenleg nem megoldhatók a részünkről, mert sajnos picit borsos árral rendelkeznek, valamint idén először szeretnénk az autizmussal élők részére tábort indítani, és ezt szeretnénk még az összegből megvalósítani.